Ezekbe a felújított kollégiumi szobákba hamarosan 126 diák költözhet be, és folytathatja tanulmányait akár ebben a frissen festett tanulószobában. Hardi Vanda egyike azoknak a diákoknak, akik a pandémia és a felújítási munkálatok alatt kezdték meg tanulmányaikat a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban. Most vagyok itt második éve, fodrászatot tanulok. Hát annyira sokat nem tudtunk ugye még itt lenni a tavalyi éven, mert ugye jött a vírus, aztán elkezdték csinálni a kollégiumot, aztán most már alig várjuk, hogy jöjjünk vissza, és akkor így élményeket szerezzünk újra. A belső korszerűsítés 2019-ben kezdődött. A cél az épületek energiahatékonyság központú fejlesztése, a fűtési rendszer, a villamos energiaigény átalakítása és az akadálymentesítés volt. Az átadó ünnepségen valamennyi felszólaló hangsúlyozta, hogy a szakemberképzésnek lakosság megtartó ereje van, ehhez azonban vonzóvá kell tenni a képzési környezetet is. Nagyon fontos ez a jövőben, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik szeretnek itt lenni és tanulni, és ehhez viszont olyan méltó közeget kell megteremtenünk, amelyel bevonzuk a fiatalokat, itt tartjuk őket, és a 21. század változó világa, a felgyorsult világunk viszont azt a minőséget igényli, amelyet ők is megfogalmaznak a fiatalok, és természetesen maguk az oktatók is, hiszen csak így lehet kimagasló minőségi munkát folytatni, hogyha maga a feltétel és a közeg is ugyanolyan. A Nyíregyházi önkormányzat 291 milliós támogatása mellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium 137 millió forint visszanemtérítendő támogatást biztosított a külső és belső korszerűsítési munkákra. Az országban 41 szakképzési centrum van, ők a nagyobb centrumok közé tartozik a Nyíregyházi centrum, amelyik nem csak a nagyságával tűnik ki egyébként, hanem a jó munkájával is. Tehát ezt most nem udvariasságból mondom, de valóban így van. Nagyon innovatívak, nagyon rendszerben gondolkodók, és nagyon tudatosan fejlesztik az iskoláikat. A szakképzési centrum saját forrásból több mint 24 millió forinttal szállt be a költségek fedezésébe. Bár a szakképzési rendszer országos szinten számos változáson esett át az utóbbi években, Magyarországon az első két szakma továbbra is ingyenesen megszerezhető, sőt a diákok ösztöndíjban is részesülhetnek. Vannak népszerű szakmai természetesen, ami nagyon népszerű mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek körében. Mondhatom itt a kozmetikust, a fodrászt, a cukrászt, a pincért, a szakácsot, de most már villanyszerelő is nagyon népszerű szakma lett nálunk, a könyves hidegburkoló, tehát igazából egy nagyon nagy repertoár, igazából a kétkezi szakmának van igazából nagy népszerűsége most Magyarországon, és a centrumunkban belül is. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, az álláskeresők nagyobb részének nincsenek szakmai ismeretei, ezért a jövő az oktatáson múlik, azok a települések tudnak sikeresek lenni, ahol jó szakemberek vannak.